És remélem, hogy hallatszik a hang is. Április 16-a van, 2021-es év. Köszönöm szépen. Azt mondja Vivi, hogy igen. Akkor minden rendben. A mai esti és egy ilyen 30-40 perces konferenciát terveztem. Skyworld Community, és én Horvátországból beszélek, úgyhogy elnézést kérek a tájszólásra, meg a kifejezésekre. Általában mindig találok valami új szavakat, úgyhogy de igyekszek, most már sokkal könnyebben megy a magyar, mint egy-két évvel ezelőtt. Minden pénteken tartsuk a magyar nyelvet, és hétfőn, mi óra szerint pénteken is, hétfőn is 8 órakor, hétfőn meg horvát vagy szerb. Van még két üzletársam Szerbiából, Attila és Krisztián, és ők szerbül tartsák, úgyhogy ez a mi régiónk, ahol legtöbbet dolgozunk, és szeretnénk minden olyan információt átadni nektek, hogy most már ugye hetente, egy ideig nem volt konferencia, hogy meglegyen. Mivel hetente csináljuk, akkor annyi minden újdonság nem is történik, de mára mégis találtam valami új információkat, és akkor az első 15-20 percben általában elmondjuk az új információkat, akik meg már hallották a prezentációt, meg tudják, hogy működik az egész, utána akkor nem olyan fontos nekik végig is hallgatni. Tudom én, hogy mindenkinek az idő a pénz, és ezért nem is szeretek túl hosszú konferenciákat tartani. Jó, néha van olyan információ, hogy többet kell elmagyarázni, de volt, mikor 17 perc alatt is elmondtuk, hogy van mindannyiunknak munka tovább, minek tartsuk fel egymást, és minek ismételjük ugye egyforma dolgokat. Mert a Skyway Community vezetőségben én régióvezető vagyok, a volt Jugoszlávia része, meg Magyarországra, és megkértek, hogy minden alkalommal mondjuk el a lényeget, és mondjuk el a projektet, a csomagokat, milyen lehetőségek vannak, mert mi nem csak befektetők vagyunk, hanem reklámozzuk a céget is, ezt a projektet, és még mindig nem fejeztük be a finanszírozást. Azt mindenki tudja, hogy a 14. szakasz vége fele vagyunk. Júliusra tervezték a 15. utolsó szakaszt. Magyarországon, ha jól tudom, már 5.-6. szakaszban is vannak befektetők. Én a 6. szakasz vége fele hallottam, de a 7. igazából akkor indultunk el. Igaz, a 6. is vettem egy legkisebb csomagot próbára, de 7-től indultunk el, és itt van most már vége fele vagyunk a 15. júliustól, ami nem tudom, meddig fog tartani, de ha tovább is csinálják ezt ilyen akciókat, ilyen promóciót, amik nagyon érdekesek a befektetőknek, akkor szerintem sokkal gyorsabban is könnyen eladják ezt a megmaradó 35 millió dollárnyi befektetést a 15. szakaszba. Ma egy különleges nap van. A cég alapítója Anatoli Junicki 72 éves lett, és ez a születésnapja alkalmából ugye van most egy nagyon jó promóció, nálunk Horvátországba és Szerbiába, ezt nagyon jó, meg Macedóniába is, nagyon jó elfogadták, és rengetegen hívtak már tegnap előtt is, ma is sokat telefonáltam, úgyhogy elsősorban gratulálunk a Junicki úrnak,
hogy nekünk egy ilyen lehetőséget nyújtott, hogy nem csak megismerhessük ezt a fantasztikus ötletet, projektet, technológiát, befektetési lehetőséget nekünk, mint befektetőknek, de az egész világ is megköszönheti, mert egy olyan technológiát alakított ki, ami befolyásolja a jövőt, de azt tudjuk, hogy már működő, és már sok helyen meg lehet látni, kipróbálni. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen. Itt van ez egy új információ, most azt hiszem délután lett, és már 560 magyar nyelven is megnézték. A HUR technológia egy olyan technológia, ami a jelen és jövő szállítási rendszere, ami városi, akár teher, nagysebességű, még 500 kilométerre is, már olyan úgy van tervezve, hogy 600 kilométerig is, de 500 kilométerre fognak majd menni ezek a járművek. Aznak örülök, hogy az idén már ezt ki akarják próbálni, megvan a jármű, és most csak még a sineket kell nekik összerakni, és már olyan szeptember-októberben lehet őket tesztelni, és megkérni a biztonsági certifikátokat, hogy mikor meg lesz minden engedély, akkor lehet, hogy már jövőre is lehet építeni ilyen célprojekteket is. Ez egy nemzetközi projekt, amelyet Belorussziában Marina Gorka olyan 40 perc buszozás Minsktől, a fővárostól, mi ottan háromszor már voltunk, sokakkal együtt utaztunk, magyarokkal is, mert mindig Budapestről mentünk közvetlen Minskbe is, és ahol még felépítettek az Egyesült Arab Emirátusokba, ahol ott is megvan egy tesztpálya, és ott is már építik a következő pályákat, amik összekötik majd a városokat, országokat, végül kontinenseket is. Ez egy nagyon szuper lehetőség nekünk, mert mi finanszírozzuk ezt a projektet már 2014 óta, júniusban kezdték el. Eleinte egy-két nagyobb befektetővel, utána ezt átváltották crowdfunding investícióra, ami azt jelenti, hogy bárki a világon, több mint 200 országba és régióba, most már megközelítette a 400 ezer befektetőt. Van olyan befektető, aki 15 dollárral fektetett be egyszeri befektetés, van olyan, aki havi 25 dollárral, de tudjuk azt is, hogy több millió dolláros befektetők is vannak, és egy arab befektető, aki a 12. szakaszt egybe csak úgy simán kifizette, és tudjuk azt, hogy a 11-ről a 13. szakaszra ugrottunk, ez azt hiszem, hogy két és fél évvel ezelőtt volt. Mi a feladata egy befektetőnek? Semmi. Ha valaki befektet, aláírta a szerződést, ottan a regisztrációba meg tudja találni, ki tudja nyomtatni, hogy mennyi részvénye majd lesz, mikor a cég kimegy a tőzsdére, és ennyi a befektetőnek. Azt, hogy valaki figyeli az információt e-mailben, megnézi a honlapot, meghallgat ilyen konferenciákat, olvas az interneten, YouTube-on, mindenhol lehet sokat olvasni, az az ő saját dolga. A második, ha valaki partnerre szeretne válni, akkor el kell fogadni a feltételeket, oda kattintani, és megjelenik neki több referál link, egy olyan, mint technológia,
el tudja küldeni valakinek, hogy nézze meg ezt a technológiát, vagy üzleti lehetőség, vagy valami újdonságok. 4-5 referált link keletkezik a webirodába, ajánlói link, amit tovább tud adni bárkinek a világon. Vannak pár országok, ahol nem, de 95% országban a világon működik ez a rendszer, és szabad befektetőket hozni. Ha valaki ajánlja másnak, akkor a cég visszatérít 15%-ot a bónusz számlára, avval a bónusszal mi tudunk venni további részvényt, ezt én mindig csináltam, most is csinálom, úgyhogy így hozzá tudtunk sokan szerezni több százezer valaki, több millió, van, aki 45 millió részvényt is, aki eleinte elkezdte és nagy üzletet épített, van olyan, aki 45 millió részvénye is majd lesz. Most még nem részvények, de most úgy hívjuk, hogy tulajdoni hányadok, de mikor kimegy a tőzsdére a cég, akkor $1 egy részvény lesz. És úgyhogy sokan ki tudja, mindenki ki tudja választani ezt az opciót. Létezik egy cég, akit úgy neveznek, hogy Skyworld Community, és azon keresztül ez a cég szervezi ezeket a befektetéseket, és utalja tovább az anyacégnek, ami a GTI, Global Transport Investition, és a Unitsky a cégcsoport, aki irányítsa ezeket. Akkor van még 3 holding, aki vezeti ezeket a részvényeket, és a holding is fog majd kimenni a külső piacra, ugye a tőzsdékre. Ahol mi, ha azt gondoljuk, hogy nem akarjuk megtartani a részvényünket, akkor el tudjuk adni már fél év után, mikor kimegy a cég a tőzsdére. Ahogy mondtam, közeledik az utolsó, ezt már bepirosították, mert mikor befejezik a 15. szakaszt, utána nem lehet többet befektetni ebbe a projektbe. És alapítói tagok, a tagság alapítói részvényeket nem lehet vásárolni, csak mikor majd kimegy a cég a tőzsdére, de utána csak tőlünk fogják megvásárolni az új befektetők. Most mi a cégtől vásároljuk, és ez az utolsó lehetőség. Lehet, hogy még fél évig, lehet, hogy egy évig, nem tudjuk, meddig tart ez a 15. szakasz, de ezt ki kell még használni, mert ez egy életi lehetőség mindenki számára. Azt tudjuk, hogy örökölhető, most még nem tudjuk átírni a gyerekeinkre, unokákra, de ha valaki sajnos meghal, akkor átírják a örökölt személyekre, és ez megtörténik már 1-2 hónap után. Van egy információ, hogy a Expo 2020-as, itt nem elírtam, a dubai világkiállításon október 1-en, mikor elindul a Skyway Community és a Skyway Unitsky String Technology, azok ott lesznek a kiállításon, és 6 hónapig, 179 vagy 176 napig meg lehet majd látogatni ezen a nagy kiállításon. Nekünk nagyon nagy vágyunk van, hogy elmehessünk oda, mert ez az Expo, ez egy óriási világkiállítás, ott rengeteg, minden legújabb technológia ott lesz, amit a cégek utolsó 4-5 éve készítettek, mert tavaly ugye kellett volna, hogy legyen, most még jobban felkészülnek, még, és nagyon-nagyon érdekes lesz ez a kiállítás, számunkra meg plusz, hogy a Skyway is ott lesz. Még mindig lehet kérni, ha valaki szeretne venni egy ilyen csomagot, hogy a hologramja az Ecotechno Parkba megjelenjen,
mert azt tudjuk, hogy minden évben egyszer, a július-augusztusban, most már 4 év elmúlott, 4 évig tartottak, tavaly nem volt, tavaly online csinálták, de az idén természetesen terveznek csinálni, és ottan, ha valaki elmegy oda, akkor meg tudja látni a saját és a többi hologramjukat, amik majd ottan megjelennek. Van olyan csomag, hogy 5000 dolláros, amit egyszerre vagy részletre ki lehet fizetni. Ez hivatalosan megszüntették ezt a csomagot, de láttam, hogy a Skype top expertes csoportokba, meg a régióvezetés csoportokba sokan kérték, hogy lemaradtak az emberek, késő jutott eszükbe, és akkor még valamennyi mennyiségű ilyen csomagot készítettek. Itten balra lent hagyok egy kérvényt, ide rákattintok, és a kérvény elment. Egy idő után kapunk majd választ, hogy van-e még ilyen csomag, és vásárolhatunk-e. Úgyhogy erre a csomagra még lehet. Nem tudom, meddig tart, bármikor ezt meg tudják szüntetni, úgyhogy ha valaki esetleg gondolkodik, akkor tud küldeni egy ilyen kérvényt egy ilyen csomagra. A mai új információ, aki még nem nézte meg a webirodába, hogy ez a kuponok, ami dupla tulajdoni hányadékot hányadott, ezt soha nem tudom kimondani, duplán adják, vagy mondhassuk majd részvényre is, ez 5 nappal meghosszabbították, és mindenkinek lesz lehetősége, hogy ezt a csomagot ugye megkapja. Na itt van, tulajdoni hányad, és én például egyik kuponomat már aktiváltam, és rá kell csak ide kattintani, ha mi akarjuk kiválasztani ezt a kupont. Ha ajándékozás, akkor rákattintunk ajándékozás, beírjuk az e-mail címet a mi közvetlen partnereinknek, vagy befektetőinknek, és mert azt tudjuk, hogyha valakit regisztrálunk, az klient vagy kuncsaft, de ha rákattint, hogy partnere szeretne válni, akkor lesz partner, és akkor kapja az ajánlói linket. De mindenféleképpen, akit mi behoztunk az üzletbe, az a mi közvetlen partner vagy kuncsaftunk, és neki tudunk ajándékozni, ha neki nincs. Ki kaphat 2 ilyen kupont? Mindenkinek megjelent 2 kupon, aki bármikor, akár 2015-16-ba belépett, és vásárolt egy csomagot. Mindenki szóval kaphatott 2 ilyen kupont. Aki ki akarja használni ezt a kupont, az a 100%, szóval dupla részvényt, ha szeretne kapni, akkor minimum 1000 dolláros befektetést kell elindítani. Mindegy, hogy teljes összegű, vagy több havi részlet, 10 havi részletbe is ki tudja fizetni havi 100 dollárba. Úgyhogy akkor, na itt írja, hogy a kuponok érvényessége a jelenlegi április 18-ai dátumtól követő további 5 nappal. Ami azt jelenti, hogy 18-a az most vasárnap, akkor hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, akkor 24-ig, jövő szombatig lehet kihasználni ezeket a kuponokat. Bármilyen csomagot veszünk, dupla részvényünk lesz. Megyünk tovább. Ezt már mondtuk, a befektetésért még kaphatunk kupont.
Mi ma aktiváltunk néhány kupont, és egy hölgynek megjelent még három kuponja, még egy 100%-os, meg még egy 50% plusz. Szóval, ha a mi közvetlen partnereink vagy kuncsoftjaink már elindították a kupont, befektettek, ez a hölgy ez egy $1000 egyszerre kifizetett, a szponzora, a férje, az is kapott egy új kupont, 100%-osat, és ő kapott, ahogy mondom, még három kupont, és 28 napig érvényes neki. Úgyhogy ez egy szuper nagyon jó akció, amit kitaláltak. Megmondom őszintén, nem mindig érdekes és jó akciókat csinálnak, de ez az egyik a legjobb utolsó 2,5 éve. Ettől csak az a 100%-al diszkont az volt jobb, ez a második legjobb kupon, amióta én 2016 óta befektető vagyok itten. Ahhoz, hogy a befektetéshez kuponokat kapjon, a személyes webirodájában kell kiállítani egy tetszőleges másfél vagy kétszer jelölésre rendelkező befektetési ajánlatot. A kapott kuponok mennyisége és sorozója a kiválasztott befektetéstől függ. A struktúra forgalmáért. Ezt nem olvasom tovább, mert ez benne van mindenkinek a webirodában, és hogy haladjunk tovább, ezt el tudjátok majd olvasni, és esetleg, ha van valami kérdés, akkor meg tudjátok kérdezni a ajánlót, szponzort, és akkor biztos vagyok, hogy megkapjátok a választ. Itt vannak a csomagok. Nálunk sokan elkezdték ezt a InnoTrans-t, 2 vagy 3-at, mert mindegyikre megkapják a dupla részvényeket. És látjátok, hogy a gyors start a gyerek csomagra, és adtak 50%-ot plusz. Ez azt jelenti, hogy már a kisebb csomagra is 50% plusz részvényeket. Én most részvényeket mondok, itt írja, hogy tulajdoni hányad. A egyetemista csomag arra már 100%. Köszönöm, 23-áig kihasználható a duplázó. Akkor egy nappal én többet írtam. Akkor 23, az azt jelenti, hogy az péntek, épp akkor a konferencia után, mikor mi befejezzük, 9 óra lesz, és 11 óráig lehet kihasználni. Mert Moszkva szerint akkor éjfél lesz, és akkor megy át a 24. Ez most egy órát csúszunk a moszkvai szerint, mert a oroszok ők nem váltsák az órát. Múlt héten sokan lemaradtak ezen a héten a horvát konferenciáról, azt hitték, hogy 2 órával később lesz. Remélem, ma valaki nem maradt le. Vannak olyan 4 olyan csomag, ja nem, ez a prémium befektetési, erre is természetesen ugye lehet kapni, ez ilyen 25, 50, 100 és 150 ezer dolláros csomag. Itt vannak a részletesek, és itten ki tudjuk választani, hogy havi 25 dollár, itt látjuk, hogy 1,5-szer adnak többet. Ezek az első 4 csomag 25, 50, 100 és 200 dolláros havi részletre. Ha valaki első hónapban kifizeti mind a 2 részletet, akkor még kap 250-et, 500-at, 1000 vagy 2000 tulajdoni hányadot. Ez azt jelenti, hogy akkor 9 részlet lesz, mert első hónapban kifizeti az első 2-t. De a havi 100 dollártól az már duplán adja a csomagot. Úgyhogy én azt ajánlom, ha valaki eldönti, hogy vásárol még magának, kiegészíti kicsit a részvényeket,
akkor legalább egy ilyen $100 havi, mert az duplán adja. Ez olyan, mintha 2 évvel ezelőtt vettétek volna. És ha összehasonlítjuk az időt, mert mind, akkor most érdemesebb, mint 2 évvel, mert 2 éve már be van fektetve valakinek a pénze. A bónusz számláról, ha valakinek van bónusza, akkor ki tud választani egy picit nagyobb diszkonttal, mert a $1000 már ugye 38 ezeret kap, és ez duplája, akkor az 74 ezer részvényt kap majd. És akkor itt vannak a csomagok, amit egyszerre lehet kifizetni. A 150 ezertől 150,2 ezerig, vagy alacsonyabb $1000-os 500, 350, 200, 100, és egyszeri $50, itt a diszkont csak 18, ez már lehet mondani, hogy 15. fázisi diszkont, de ha valakinek megmarad bónuszul valahol egy 50 vagy $100-os, akkor ezt is ki tudja használni, és ha nem akarja kiutalni a saját számlájára vagy bitcoinra, akkor itt tud venni egy ilyen kisebb csomagot is. Azt, amit múlt héten is mondtam, hogy a Swift-en keresztül, szóval a SEPA banki utalás az megszűnt pillanatnyilag, nem tudom meddig, és csak Swift-en lehet utalni kazaksztáni bankba. Mi ma utaltunk, elment, várjuk majd jövő hét elején, hogy megérkezzen. Amit én kipróbáltam, hogy 2 nap, 2-szer és 1-szer 3 nap után beérkezett a pénz. Euróba és dollárba lehet utazni, utalni. Megyünk tovább. A Skyway már néhány éve elkezdte gyártani is, szóval nem csak egy olyan katalógusok, meg prototípusok vannak, hanem valódi járművek, amit már több kiállításon, több mint 15, azt hiszem 17 világkiállításon bemutattak Dubajba, Indonéziába, Ausztráliába, Moszkva, Berlinbe, ugye az Innotranson többször már voltunk, meglátogattuk, és a Marina Gorkába, a Ecotechno Parkba, ottan ki is próbáltuk. Én mindegyik járművel már utaztam, amelyiket lehet kipróbálni, még a leggyorsabb abban nem, de remélem, hogy jövőre abba is már fogunk utazni. Hát egy olyan 350 km sebesség az elég lesz. A Unicontot is már tesztelik 2 helyen, itt is Marina Gorkába, meg a Sharjahba, Dubajin mellett. Ugye itt megismertük a Unitskit, itt voltunk családilag. Többféle járműt készítettek, már minden jármű, ami megvan 1 éve, 1,5 éve, megvannak már az engedélyek, a certifikátok, ahogy azért első évben, mikor mentek a Marina Gorkába, nem szabadott senkit vinni, mert nem volt meg az engedély. De akkor másik évben, akkor már mi is be tudtunk ülni, 5000-en voltunk, csak 3000-en tudtak, nem volt elég hely, de akkor tavaly előtt, mikor voltunk, akkor mindenki 5000-en voltunk szintén, mindenki tudott beülni, még 2-3-szor is. Én csak 2-szer, de voltak ilyen kuponok, akkor elosztottam a partnereknek, hogy menjenek többször, kipróbálják. Ugye a ISO 9001-es, a német TÜV certifikát, ami a minőséget jellemzi, és sok-sok diploma, certifikát és védjegy levitték, még Amerikába is, Kínába, Japánba is ezeket a külön részeket, járműveket, technológiát,
mert tudjuk, hogy majd másolni is fogják. Megvan a Minszbe, a városba a gyár is, a raktárok, sorozatgyártás, most már 2-3 járműre mehet a sorozatgyártás, nagyon gyorsan ilyen 2-3 hónap alatt el tudnak indítani sorozatgyártás, és akkor ez a 50 szoba iroda, amit megvettek, akkor megnyitották a Skyway Plázát is, úgyhogy nagyon-nagyon előre haladtak. Nekünk mindig ez nem elég, mindig szeretnénk, hogy tegnap lenne, hogy tegnap már kint lenne a tőzsdén, ugye? De egy ilyen minisztérium, Dubai Közlekedési Minisztériummal, ha aláírnak egy szerződést, hogy indulnak, és 50 milliárd dolláros projekteket, ha bebizonyítsák, hogy Sharjahban működik ez a technológia, akkor a Egyesült Emirátusok befektetnek 50 milliárdot, ezt a memorandumot, ezt ők aláírták, még akkor, 2 évvel ezelőtt, mi kíváncsiak voltunk, elmentünk Dubajba, megláttuk, hogy igazán épülnek is, igaz, akkor még nagyon kevés volt, de most már a tervek szerint ugye lehet utazni is. El van indítva az a 400 méteres, most májusban még 2,5 kilométer teher és utas szállítás. Csináltak egy faházat, egy nagyon szép ilyen fogadó termek vannak, ahova jönnek meglátogatni. Napról napra új képeket kapunk a ottaniaktól, nekünk vannak jó megbízóink, megbízott személyek, akik ott laknak Dubajba, és néha elküldjük őket, hogy fényképezzenek, videóznak, és akkor elküldjük. Van egy nagyon jó futballista, lengyel futballista, de itt Splitbe nálunk nősül, és ott játszik Dubajba, már 2-szer volt, és akkor küldött nekünk képeket. Egyszer éjjel is elment, éjjeli képeket is csinált. Csodálkozott azt, hogy senki nem őrzi ottan. Hát nekem mondták, hogy Emirátusban egyszerűen ottan nincs olyan, hogy valaki lop, vagy valamit csinál, vagy valamit, mert ott olyanok a törvények, hogy egyszerűen nem mernek az emberek törvény ellen. Kábítószer, meg ilyesmi, az nem létezik ott. És érdekes, hogy az ember olyan jó, lazán érzi magát. Mikor mentem Dubajba, ott voltunk 6 napig, mindig izgultam, hogy milyen lesz, nem tudom, kitől kell félni, mitől, de mikor oda mentünk, akkor láttuk, hogy ez szuper, igazán 2-3 hetet is ott maradhattunk volna, elmúlott volna az is nagyon gyorsan. Itt van a konténer, amit tesztelik, ugye most ezt véglegesen azt mondják, hogy 30 tonnáig fogják tesztelni, mert a 130 kilométeres szakaszra, ugye arra már az idén építik, és oda tesztelik és csinálják. Európában várják ezeket a sineket, ezt még majd felteszik, és akkor májusban megnyitják ezt a 2,5 kilométeres szakaszt is ott a Sharjahba. A VIP járművek, ahova a sejkek szépen el tudják helyezni magukat, kellemes utazás, bent plusz 20-22, kint meg plusz 50-60 fok nyáron, úgyhogy igazán letesztelték őket, és jó megcsinálták ezeket a járműveket. A sárgyai sejik is meglátogatta, ugye Junicki bemutatta neki. Itten, ha jól tudom, ez alá van írva, 10,4 kilométeres célprojekt, ami ott a Sharjahba, ez is plusz, ezt az idén építik. És a teher 130 kilométeres, ami a Sharjahtól egész Korfakán, ami azt mondják, hogy 3-3,5 évig terv szerint, hogy eddig fogják építeni.
Ez lesz az első projekt, ami meghaladja 100 kilométert, és ez biztos, hogy bele lesz írva ebbe a hatalmas projektba. A kikötőket is fogják majd felépíteni, ami terv szerint, ugye, nem csak kikötő, hanem lineáris városok, tudjuk, hogy a Skywaynak rengeteg ilyen projektje van. Sok látogató van, ezt mindig elküldik nekünk a képeket, a szaúd-arábiai üzletemberek, és tudjuk, hogy a szaúd-arábiaiak készítenek egy új várost, ami egy óriási, modern, nem lesz autó bent, minden automatizálva, és várják oda az ottaniakat. A Mohammed bin Rashid dubai sejk aláírta a 7 projektet, egyik a 21 állomás, 15 kilométeres dubai skypod, ami Dubajba, a központba lesz építve. Azt tudjuk, hogy most már megvan ez a új kivitelező, mert a tavalyi kivitelező csődbe ment, úgyhogy nem tudtak előre haladni, de 60% építési cégek azt mondják, hogy csődbe mentek Dubajba, mert teljesen megálltak a finanszírozások, a befektetők nem mertek finanszírozni, úgyhogy csúszott egy év nekik. Én azt gondolom, hogy ez most akkor elkezdik majd építeni. Ez nekünk egy óriási előny lesz, mert bárki Dubajba megy, akkor meglássa a Skyway projektet. És itten Európában is sokkal könnyebben el lehet majd adni őket. Azt mondtuk, hogy a MENA régió, ami az észak-afrikai és dél-keleti, ha jól mondom, országok fogják, és minden promóció, minden YouTube videón, vagy ilyen online konferenciákon, mikor a Sharjah-ról beszélnek, akkor bemutatják a Skyway-t, mint a fő technológia és közlekedési partner cég, Unitskit Ring Technology, ugye, azzal a céggel jelenünk ott, meg nagyon büszkék, és látom, mindig nagy lelkesedéssel mutassák be. Mikor már mások dicsérik, meg azok, akik megvásárolják ezt a technológiát, a projekteket, akkor már lovagolunk, és nagyon jó útra. MENA, igen, köszönöm. Middle East and North Africa, ez az, igen. Aztat még nem tudjuk, hogy a Neomhoz lesz-e köze, de eljöttek a Neomból, ugye, erről a projektről, és meglátogatták eztet majd, ha lesz valami hivatalos, ugye, akkor mi nagyon reménykedünk. A Vladimir Maslow már utolsó 2 konferenciába eztet emlegette, és mondta, hogy nekünk minden megvan. Lineáris város, automatizált járművek, 100% elektromos járművek, amit ők keresnek. És meghallották, hogy létezik a Skyway, és elmentek, és meglátták. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy a Sharjah-ban van egy ilyen bemutató, mert higgyétek el, hogy 90% ilyen cégek abszolút nem mennek el Belorussziába, mert az Belorussziába van, és mit akarnak ottan látni. De ha Dubajban van, vagy Sharjah-ban, akkor oda az egész világról mindenki elmegy és meglátogassa. Mert mégis a Dubai az nem csak egyik legnagyobb világközpont, ugye, üzleti is, meg turizmus is, hanem Ázsia és Európa, Amerika összeköti, még a Afrika is. Mert ha Afrikába akartok utazni, akkor legtöbb járat Dubajn keresztül megy. Ha Ausztráliába mentek, vagy Szingapurba, vagy Tokióba, legtöbb járat Dubajn keresztül megy. Amerikából, Ázsiába, mind Dubajn keresztül megy. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy mi itt vagyunk, és nagyon örülünk, hogy ilyen jó döntéseket hozott a Unitsky,
és hogy látja, már előtte 30-40 évvel ezelőtt látta, hogy ez a jövő, és még sok-sok évet kívánunk neki, hogy velünk legyen, mert ez nekünk is, meg mi a projektnek is, meg a világnak is nagyon fontos. Ez egy projekt, amit bemutatnak a Dubai Expon. Ez ilyen lineáris város, meg hogyan lehet összekötni. És úgy gondolom, hogy nem sokára a Dubaiba is, meg később a többi közeli országba is ilyen képeket fogunk majd látni. Voltak itten kérdések, hogy hány ember fogja majd építeni. Ez minden projektre kivitelezők abba az országba fogják majd őket megtalálni. Nagyon sok országban ez pályázaton megy, és akkor meg lesznek a feltételek, meg lesz az időpont, hogy egy évig, két évig, három évig kell ezt felépíteni, pontos milyen feltételek mit lehet, és nehéz találni most kivitelezőt, de azt tudjuk, hogy a egyik terv a Junickinak egy akadémiát, és hogy a már középiskolába, meg főiskolába tanulják ezt a technológiát, mert több tízezer ember mérnökök kellenek majd az építkezésre. Úgyhogy most indulnak 1-2-3-5 projekttel, jövőre már szerintem 15-20 projekt lesz, 2-3 év múlva lehet, hogy 20-50 projektet is visznek bárhol a világon, és amit még szerettem mondani a végére, hogy nekünk nagyon fontos, és én igazán nagyon-nagyon értékelem ezeket a részvényeinket. Nagyon jó, hogy mindenki rendelje magának egy ilyen certifikátot, hogy meglátja itthon papírban, nekem be van rámázva, itt van a hátam mögött, és igazán minden egyes részvényt értékelek, mert nem az csak, hogy most $1 lesz, lehet, hogy egy 10 év múlva 10 vagy 20 dollár is lehet, azt nem tudjuk most, de hosszú távon minden ilyen részvény nekünk bevételt hoz, ami ad egy biztonságot, és megbiztosítsa is a jövőnket, a valaki nyugdíjban van, mert tudjuk, hogy mekkorák a nyugdíjak, 200-300 euró Horvátországban, Magyarországban se sokkal több, Szerbiában még 100 euró nyugdíjak is vannak, és ha valakinek van egy 100 ezer részvénye, aznak akkor igazán meg van biztosítva az élete, mert utána, ha nem adja el, akkor a gyerekeik, unokáik tudják örökölni, és ez egy nagyon nagy, nagyszerű, hogy mi most ilyen olcsó áron meg tudjuk kapni. Végre mondok egy olyan dolgot, 3 évvel ezelőtt megvettük hülyéskedésbe Dogecoint, én vettem 120 ezer Dogecoint. Sokáig nem ment fel az ára, és egyszer észrevettem, hogy egy centről felment 2 centre. Én megfogtam és eladtam, és kerestem 100%-ot. Máma nézem, 40 cent, még több is, úgyhogy 40-valahány, 45 ezer dollárba kerülne, ha a Dogecoin, ha én egy hónappal ezelőtt nem adnám el, nem tudom mennyi, 2000 dollárért adtam, 2400 dollárért adtam el. Úgyhogy ne kövessétek ezt a hibát, ha egy ilyen, azt mindig mondják, hogy a Dogecoin az egy, úgy találták ki csak, hogy kimenjen, és hogy semmi nem is lesz belőle, és itt van, lehet, hogy még egy dollár is lesz. És hány milliárd van, ugye? A Skyway az egy igazán egy valódi üzlet, hosszú távú, én mondom, hétfőn is mondtam, nekem legjobb befektetésem személyesen az én családomnak, és tudom, hogy jót tettem, és most is vásárolom, ugye minden számlán
vásárolok csomagot. Egy, hogy kisegítem a Skyway-t, hogy minél előbb eladjon, másik, hogy tudjam mondani, mint példakép, harmadik, hogy legyen részvényünk, ami jövőre is ugye lehet, hogy hoz osztalékot, egy nyereséget, de a jövőbe, hogy legyen egy tartalék, és ez mindig mondom, hogy egy nagyon szuper üzlet mindenkinek. 45 perc, köszönöm szépen, azok, akik hallgatják majd YouTube-on, nem tudják kivárni, hogy befejezzem. Sok sikert kívánok mindenkinek, eztet még a jövő hetet használjátok ki, ilyen dupla bónuszt, és szép hétvégét, további szép estét, és jövő pénteken újból találkozunk. Köszönöm szépen!